A magyar labdarúgó válogatott olasz szövetségi kapitánya szerint pszichológiailag hagyott sérülést az Európa-bajnok portugálok elleni hajrában elveszített meccs, de ezen túl kell lépni és előre nézni. A szombati feladatra a világbajnok franciákra kell koncentrálni. Marco Rossi azt mondta, olyan teljesítményre lesz szükség, hogy a szurkolók büszkék lehessenek a csapatukra. A futball egy nagyon egyszerű játék. Ha támadnak, neked védekezned kell. Ha nálad a labda, építkezel. Meglátjuk, mennyi teret fognak hagyni nekünk. Az ő csapatuk 900 millió eurót, a miénk csak 60-at ér, szakadéknyi különbség. De ez nem azt jelenti, hogy a pályán is látni fogunk ekkora különbséget. A franciák Németország legyőzése után már csütörtök óta Budapesten akklimatizálódnak a nagy meleghez. Sérültjeik felépültek, Didi Dösham annak is örül, hogy telt ház előtt léphetnek pályára, ugyanakkor elismerően szólt a szombati ellenfélről. Ne feledjük, a 80. percig döntetlenre álltak. Szereztek egy gólt igaz lesről. Majd kaptak egy szerencsétlen találatot, azután még kettőt. De ez egy nagyon lelkes, harcos, jól szervezett csapat. Azt gondolom, ez annak tudható be, hogy olasz szakember készíti fel őket. Ráadásul otthon saját közönségük előtt játszanak, ezért ugyanarra a hozzáállásra számítok tőlük, mint a portugálok ellen. A mérkőzés szombat délután 3 órakor kezdődik a Puskás arénában. A franciák a jövő héten a portugálok, a magyar válogatott pedig a németek ellen Münchenben zárja a csoportkört.